A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Hát két dologról fogunk ma beszélgetni, mégpedig azért, mert a Magyar Katolikus Rádiót a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia két évtizeddel 2004-ben hozta létre azzal a céllal, hogy a magyar társadalom a keresztény életfelfogást, illetve az erkölcsiséget megerősítse és terjessze. Vendégem Spányi Antal megyes püspök, a Katolikus Rádió vezérigazgatója. Tisztelettel köszöntöm, dicsértessék, örülök, hogy itt van velünk. Én azt hiszem, hogy ez egy fontos történet. Természetesen szó esik Pünkösdről is, hiszen de nagyon-nagyon fontos. Kezdjük talán az alapvetésnél, hiszen ez egy közszolgálati műsor struktúrát kíván egy katolikus rádió. Azóta tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok minden történt, és teljesítette azt a hivatását, azt az elkötelezettség mellett, mindazt, amit az egyház tanításai mellett is, hiszen célú tűztek ki, hiszen közszolgálati. És ezt azért hangsúlyozzuk, ezt a jelzőszerkezetet. Valóban 20 évvel ezelőtt Pünköst hajnalán hangzott föl először a Katolikus Rádió szignálja, és akkor még középhullámon indult el ennek a rádiónak, műsorfolyamnak a sugárzása középhullámon. Tehát nem csak Magyarországon, hanem Kárpát-medencében eljutott gyakorlatilag a magyarsághoz, az egész magyarsághoz. Változott ez a hullámhoz, az anyagi feltételek változtak meg, az energiaárak nagyon elmentek, és a középhullámú sugárzás nagyon költséges, energiaigényes. Így aztán áttértünk az ultrarövid hullámú sugárzásra, ahol egy másik munka, a pályázatoknak az útja állt előttünk, hogy építkezzünk, és minél több területet tudjunk besugározni. Közmédium, amit csinálunk, valóban a katolikus egyház felfogását, a keresztény kultúrát, az anyanyelv őrzését, annak szépségének az ápolását tűztük ki célul magunk elé, és ennek a küldetésnek törekszünk is azóta is egyfolytában megfelelni. Célunk ez, és úgy gondolom, hogy hála Istennek sikerül is ezt a célt szolgálni és elérni. Igen, hát 20 évvel ezelőtt ugye rengeteg egyeztetés kellett, hogy megelőzze a rádió indítását, annál is inkább, mert amit célul tűztek ki, és azóta beteljesült természetesen, hogy nem csak a katolikus egyház tanításának hirdetése a fontos, hanem a magyar és az egyetemes kultúra, illetve az anyanyelv értékeinek megőrzése. Én azt hiszem, hogy ez maximálisan teljesült, és ez egy olyan műsorstruktúra szükséges, amibe belefér mindaz, amit célul tűztek ki. Igen, valóban ez alapvető célkitűzésünk, hogy keresztény módon beszéljünk, katolikus módon beszéljünk arról, ami az ember élete, elmondjuk, nem direktbe, hanem tartalmában a katolikus felfogást, az egyház tanítását, a kinyilatkoztatás igazságait. Nagy öröm számunkra, hogy ezt akarjuk és tudatosan akarjuk a szép magyar beszéddel szolgálni, és amikor a hallgatók visszajeleznek, hogy jó hallani a katolikus rádiót, nem hadarnak benne a munkatársak, helyesen használják a nyelvet, jól hangsúlyozzák a magyar nyelv szabályai szerint a mondandójukat, az mind-mind egy elismerés, amely arról szól, hogy érdemes ezzel a rádióval dolgozni, fáradni vele, és érdemes ezt a rádiót hallgatni. Ugyanakkor a műsorstruktúra közszolgálat is egyben, tehát ez kiemelten fontos. Tehát az egyetemes értékek közvetítése az alapvetés önöknél, és aki hallgatja a rádiót, az bebizonyosíthatja, hogy az a két évtized ez így telt. Hála Istennek, valóban nagyon fontosnak érezzük, hogy mindaz, ami az ember életéhez hozzátartozik, mindaz, ami hír, ami az ember életét előre viszi, amiről fontos, hogy egy állampolgár információt kapjon, tudomást szerezzen,
az szerepel ebben a rádióban, ennek a rádiónak ez a műsor folyamában jelen van, és ezt próbáljuk meg olyan módon tenni, hogy kultúrát építsünk, hogy az embereket a jóra hangoljuk, a jóra segítsük, hogy a reményt, a bizalmat, a szépet próbáljuk meg észrevetetni velük, és ne azon az foglalja le a figyelmüket, hogy milyen botrányok vannak, milyen rosszaságok vannak a világban, nem a rémisztő híreken van a hangsúly, nyilván el kell mondani azokat is, de nem mindegy, hogy hogyan mondjuk el. Szent II. János Pál pápa beszélt arról, hogy a médiumok felelőssége, hogy a jót nem csak a jót kell elmondani, hanem jól is kell arról beszélni. Hogy a szépet, a jót, az igazat mondjuk, azt mondjuk el, ami az emberek szívét gyógyítja, ami fölszabadít bennünket, ami az embert többé engedi fejlődni, ami az embert reménnyel teli emberré teszi. Megerősítést jelent önöknek, hogy megvan az a hallgatóság, amit elterveztek, sőt folyamatosan nő? Mert azért ez ugye alapvetés mindenképpen, és ez ugye mérhető. Ezt mérjük is, és hogyha nem lenne ez egy alapvető feltétele valójában a rádiónak, akkor nyilván a püspöki konferencia megkérdőjelezni azt, hogy ezt a rádiót fönntartsa, hiszen rádiózni nyilvánvalóan nem olcsó mulatság, de van egy nagyobb célunk, az evangélium hirdetése, azt mondjuk, hogy pre-evangelizáljuk, tehát az evangélium befogadására próbáljuk meg fölkészíteni a társadalmat, az embereket, a rádió hallgatóit, és ezt hála Istennek tudjuk úgy csinálni, hogy mérésről mérésre a hallgatóság szemmel láthatóan, vagy számokban lemérhetően növekszik. Örömmel hallgatják a mi rádiókat. Most az ünnepségen, a 20 éves ünnepségen Erdő Péter bíboros is úgy fogalmazott, hogy ezek a széles spektrumú műsorok nagyon fontosak, és amit kiemelt, hogy értékorientáltnak kell lennie a rádiónak. Ehhez viszont olyan munkatársak kellenek, akik hisznek ebben, és szakmailag is felkészültek. Amikor a rádió elindult, akkor én azt a kifejezést használtam, hogy a rádió anyja Juhász Judit volt, aki közismert média szakember, rádiós szakember, és ő állította össze a rádiónak azt a lelkületét, lelkiségét, szellemi lelki tartalmát, amelyet valójában mind máig őriz. A rádiózásunk megváltozott azzal, hogy ultrarövid hullámon sugárzunk, másféle feladatok merültek föl, amelyeket már elsősorban egy menedzsernek kellett átvenni, aki a különböző pályázatoknak a megírásában, a rádió fizikájának a összehangolásában, a különböző frekvenciák egymásra hangolásában, a vétel körzetek bővítésében lett szakember, és most ugyanígy megy a rádiónak ez a sugárzása, értékorientált módon, úgy, hogy az emberek a jót hallják meg, a jóra kapjanak meghívást, a jó erősítse őket ebben a küldetésükben. A rádió munkatársai kiváló emberek, mondhatom igazán, a szakmának megbecsült és elismert tagjai szinte kivétel nélkül, és mind nagyszerűen megállják a helyüket. Én örülök, hogy velük együtt szolgálhatom ezt a katolikus rádiót. Tehát ez egyrészt szolgálat, a másik oldalról pedig küldetés is. Küldetés és szolgálat is valóban. És hát nyilvánvalóan egy olyan munka, amelyből nekik meg kell élni, és amelyből a családjukat is el kell tartani. Azt hiszem, hogy ez az ünnep nagyon-nagyon fontos, mert a közszolgálatiság megerősítése ebben a felgyorsult világban soha nem volt nagyobb szükség erre. Azért, ha körbenézünk, a háború sújtotta Európa és nem Európa, Izrael-Palesztin, de ezt most hagyjuk. De én azt gondolom, milyen jövőképük van? A jövőképünk, hála Istennek, én úgy látom, hogy nyugodt és biztosított, hiszen látható, hogy a katolikus rádió azt a küldetést, amellyel megteremtették, amelyel a püspöki konferencia megalapította ezt a rádiót, és azóta is 20 éve fönntartja, látja, hogy ezek gyümölcsöket teremnek, az eredményt hoz, és a jövőben is biztos vagyok benne, hogy ennek a rádiónak minden a feltétele, hogy működjön, tovább tudja hirdetni a jó hírt, ez biztosítva lesz a püspöki konferencia, ezt vállalja, és ezt teljesíteni is fogja. Tehát marad, hogy a legfőbb mondani való az örömhír. Az örömhír, igen.
jusson el az örömhír mindenkihez, járja át úgy a közgondolkodást, járja át az emberek szívét és lelkét, világlátását, úgyhogy ne a félelem, ne a rossznak a híre, ne az, amihez igazából semmi közünk sincs, hogy melyik celebnek a magánélete éppen hogy alakul, hanem nézzük azt, ami jó, ami igazán fölemel, ami előre visz bennünket. Történjék így, maradjon így, köszönöm Adja szépen. Isten. És akkor folytassuk pünköst. Karácsony és húsvét után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Én azt hiszem, hogy készülünk rá ideje korán, és nagyon fontos számunkra minden egyes pillanata. Nagyon örülök annak, hogy például Fehérváron, Székesfehérváron a pünkösd is átjárja a város lelkületét, a város életét. Ezt bizonyítja a virágállomnak a megléte, amikor virágpompába, színorgiába öltözik az egész város, a belváros legalábbis, és az embereknek a szívét, lelkét ez fölemeli, hiszen nem a szürkesség, nem valami lehangoló állapot, hanem a színek kavalkádja az, ami körülvesz bennünket. A pünkösd az ennek az ünnepe. Isten elküldi a szent lelkét, aki eljön hozzánk szélzúgásától kísérve tüzes lángnyelvek alakjában, és egy belső átalakulást idéz elő az emberekben. A szél kisöpri a rossz levegőt, ami egészségtelen, a tűz megemészti azt, ami ócska és avitt és régi, és születik valami egészen új. Ebben az újban született meg pünköstkor az egyház, amikor Péter kiállt az emberek elé, és kezdett hirdetni a Jézustól kapott tanítást, és ekkor keresztelték meg azt a több mint 5000 embert, akik valójában az első egyházat alkották. Igen, ahogy itt fogalmaznak, a Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak missziós parancs teljesítésére. Ez nagyon fontos mondat mindenki. Egy bátorságot kaptak, egy tüzes lelkűséget kaptak, amely nem volt veszélytelen, hiszen akkor is mindegyikük vértanú halált halt, és az örömhírt hirdetni sohasem veszélytelen. A 2000 évben mindig is megvolt ennek bizonyos veszélye, hol erősebben, hol kevésbé. De éppen az előbb idézett János Pál pápa mondta, hogy a 20. század, a 20. század, 21. század, meg még inkább a vértanúk század, amikor halljuk, hogy a keresztények bizony sokszor kell, hogy akár a vértanúságot is vállalják hitük megvallásában. Ez a Szentlélek ad erőt, ad nekünk lelkesültséget, és a Szentlélek segít bennünket, hogy azt mondjuk el, amiért valóban érdemes meghalni is. És fontos, hogy a húsvéti ünnepkör része, ugye befejezése, ami azt hiszem, hogy minden hívő számára nagyon-nagyon fontos történet, ez az 50 nap. Igen, olyan szép, amikor Krisztus föltámad, 40 nap múlva fölmegy a mennybe, meghagyja az apostolainak, hogy várják a Szent Lelket, maradjanak együtt és imádkozzanak, így telik el 10 nap, és az 50. napon, húsvét után, az 50. napon, pünköstkor, akkor eljön az a Szentlélek, aki beteljesíti Krisztus egész művét. Tudták az apostolok előtte is, amit Jézus tanított, de most már belsőleg értették meg, most már átadotta őket a Szentlélek által, és ezért lettek ők igazi Krisztus hívő keresztény emberek. Ebben az esztendőben sajnos nem tudunk ott lenni, legalábbis mi a csíksomlyói búcsún, de én azt gondolom, hogy a keresztény világban ez egy felülmúlhatatlan találkozás, lehetőség arra, nem csak önmagában a hit oldalán, hanem az emberi találkozások csúcspontja. Én is azt hiszem, hogy Csíksomlyón mindenképpen érdemes az embernek legalább egyszer ott lenni egy ilyen alkalmon, és megtapasztalni ezt. Én egyszer voltam, amikor a búcsúnak lehettem a főszónoka, nagyon nagy élmény volt, és ez az élmény elevenen él bennem. Látni azt a sok százezer embert, tapasztalni azt a szeretetet, azt a hitet, ami ott szinte kézzelfoghatóan tapasztalható. Látni azt, hogy lehet bármiféle nehézség, amikor én ott voltam, olyan zuhogó eső volt a szentmise alatt, hogy lehetetlenség volt áldozni, a szentostját még átnyújtottam volna, az áldozónak elázott volna, nem lehetett megvédeni, de az emberek rendületlenül ott voltak, senki egy tapottat el nem mozdult, az imádság, az ének, az zengett, az ott volt, a zuhogó esőnek a hangjával elegyedve, de a szívek és a lelkek azok az Istenhez voltak emelve.
ez a találkozás emberileg is nagy érték, emberileg is egy fontos dolog, amiért érdemes áldozatot vállalni, ha még ez hozzá társul a keresztény hit reménye, a keresztény hit szeretete, a hit gazdagsága, akkor még inkább érdemes ezt megtenni. Igen, és nagyon fontos a néphit hagyománya, hiszen a pünkösdi királyságot senki nem feledi. Játékos, kellemes, mindenféle értelemben nagyon jó a pünkösdi király vagy királyné körmenete, ez nem lehet vitás, ugyanakkor nagyon fontos számunkra, hogy ez a hagyomány tovább él. A keresztény hit érdekes módon sokféle formában megmutatkozik. A néplélekben is kötődött ehhez a hithez, a hit igazi tartalmához. Sokféle olyan szórakozás, mulatság, ami az ünnepet teljesebbé tette a mindennapok életébe, hogy ne csak a munka legyen, hanem ennél több az ember, munkás életet él, de több legyen benne igazi ünnep, és az ünnephez, amelynek a tartalmát, a gyökerét, a szívét, a hit adja, hozzá csatlakozik, mint egy körítésképpen ezek a népi szórakozások, ezek a nép életében, lelkében jelenlévő kedves események is. Nagyon-nagyon fontos ez a néhány nap, viszont melyik a legfontosabb üzenete, hiszen azért ne feledkezzünk meg, hogy már az imént említettem ezt a felgyorsult világot, hogy a hitnek soha nem volt nagyobb szüksége az emberekre, és ez fordítva is igaz mindenképpen. Én azt hiszem, hogy a pünkösdnek a legfontosabb üzenete az, hogy a pünkösdi lélek erőt ad. Erőt adott Péternek a hitvalláshoz, erőt adott a többi apostolnak, a tanítványoknak, 2000 éve erőt ad a keresztényeknek, hogy megmaradjanak Krisztus követésében. És Krisztus követése egy olyan kincs, amely az emberi életet teljesebbé teszi. A hit által az ember fölemelkedik Istenhez, nem marad bezárva maga szűk kis világába, hanem abból kitör, és az Isten szabadosa lesz, az Istent kereső szabad lélek lesz, és képes lesz a jót nem csak kívánni, hanem a jót meg is tenni, és ennél többen kell. Püspök atya, én köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Kívánok a hívőknek, nem hívőknek is áldott pünkösdi ünnepeket, és természetesen felhívom ezúton is a figyelmüket, hogy továbbra is hallgassák a Katolikus Rádiót, mert megéri. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Örömmel voltam itt, köszönöm. Kedves nézőink, Spány Antal megyés püspök volt a vendégem, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója, 20 esztendős a Katolikus Rádió, és pünkösd ünnepét köszöntjük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót minnyájuknak, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.